Egy paritjásként szerzett. Elég veszélyes most jönni itt a telepes. És itt állnak a barbárok lesbe, akkor baj lesz. Jajjaj. És itt mondja is a delegáció, hogy Sumér az bizony a klasszikus korszakba lépett. Hát ez valószínűleg annak köszönhető, hogy olyan találmányt kutatott ki, ami már a klasszikus korszakban nyúlik, vagy vagy az őskorba kikutatta az összes találmányt. És valaki építette a Stonehenge-et, azt a csodát, úgyhogy a többiek, meg jó magam se tudom megépíteni ezt. Valaki nagyon a vallási ágra gyúr, ahogy elnézem. Felderítő. Na, csapdába estél, kis pajtás. Neked annyi. A második városunkat. Jól lesz. Hát mit gyártsunk New Orleansben? Mivel ezek az értékesebb földek messzebb vannak, így úgy gondolom, hogy ezzel a monumenttel kéne kezdeni, mert elvileg az előző részben legalábbis úgy volt, hogy minél magasabb a kultúrája a városnak, annál hamarabb nő ennek a határa. És egyébként egy építéssel lenne hülyeség, de maradjunk most ennél. Pénzért tudok venni területet, hogyha kell. Hát ez az, ami érdekesebb. Megveszem. Meg is mondom, hogy termeljed ezt. És mi a helyzet a boldogsággal? Hát ez egy közepes érték. De amenities egyébként ilyen szórakozási lehetőséget jelent. Szórakoztatást. Hát marha unalmas most itt lakni. Bravery is being the only one. Ez az új. Ezt nem tudom berakni, mert nincs hova. Úgyhogy, hát nézzük meg, hogy változik-e a taktikánk. Be lehetne rakni ezt, és mind a két városon kapna egy termelést, ez nem rossz. De építőt is fogok hamarosan mind a két városban csinálni, ez is jó. De egyenlőre, szerintem elégedjük meg ezzel. És hát a barbárok azok még jelen vannak a szigeten. Nézzük meg a többit is. Egy sereget most nem nagyon fogok toborozni. Hajóhadat se. Nehéz gyalogság. Nem, nehéz lovasság és könnyű lovasságra kapok bónuszt. Hát majd akarom építeni azt a... Mi volt az, ami ostrom szekér volt, vagy valami ilyesmi. Abból lehet, hogy majd akarok építeni, de nem biztos, hogy
lovasság kategóriába sorolható, úgyhogy ezt most nem is cserélem le így, hogyha ilyen bizonytalan vagyok. És akkor választunk egy másikat. Early Empire-t az előbb boostoltam. És ad is olyan lapokat, amiket tudnék használni. És elég jó lapok ezek. Úgyhogy ezt annak neki fogok. És mi vár itt ránk? Államformákat úgy érem el, hogyha ezt a kettőt kikutatom. Úgyhogy lehet, hogy ezt fogja követni. Hát igen, szegény felderítő beszorult. Úgyhogy most rommá verem. Na, ez egy nagy sziget. Erre még lehet jönni. De a többit azt már körbejártam. Hát lehet, hogy egy nagy kontinensen vagyunk. Még itt is van egy kis továbbvezető út. Na, lejövök erre fele. Ezen pedig már közel vagyok, akkor benézek ide. Ezt a barbár tábort kéne inkább eltakarítani lehet. Miért még komoly galibát okoznak. Szóval ez íjász nélkül nehéz lesz, úgyhogy lehet, hogy mégis visszafordulok. Don't reinvent the wheel. Na, jó van alapofozni, úgyhogy belesen a vízbe. Na! Jó van, oké. Ez jól néz ki. Akkor leküldi a földre. Jó, majd később benézek oda. És már dolgom van. Kész van ez a nehéz szekér. Ez egy nehéz lovassági kategóriába sorolható. Az elég jónak néz ki. És kap egy mozgáspontot, hogyha a kört sík terepen kezdi, ahol se erdő, se őserdő, se dom nincs. Elég mobil valami. Azért tudunk védelmi falat építeni. Be tudjuk takarítani a kőt. Piramis csodát tudunk építeni sivatagra. Hát sivatagunk az van a második városban. Ez pedig valami ostromgépnek néz ki. Közelharci egységeket kísérje a falak alá és támogatja őket az ostromban. Erre most nincs szükségem. Jó, szerintem asztrológiát nekiállok. Pedig kész van az éléskamra. Kéne fejlesztem a földeimet. Hozzunk egy szekeret. Kihozok egy szekeret, úgyis most megyek a barbár település felé.
Hát odaér még a bulira. Ja nem jó, mert a lovasság ellen bónusz van a lángyásnak. Nem túl, tűnik túl jó ötletnek. Úgyhogy nem is szekeret hozok. Hanem... Mert nincs több haderő a szigeten, szerintem ennyi katonával lenyomom azokat a barbárokat. Ebben meglátjuk még a másik irányba mit találok, erre fölfele. Erre. Fejlesztjük a városnegyedet, vagy építsünk ilyen monumentet. Szerintem ezt építsük fel még. És még ezt telepesen is gondolkozok. A ló miatt. Az a terv, hogy feltétlenül bevonulok az erdőbe, ott beerődítem magam. Harcossal ide jövök, itt fogom magam beerődíteni. És az íjásszal pedig hátulról elkezdem őket meglőni, meggyengíteni. És ilyen helyzetben ki sem mer támadni szerintem. És az idő nekem dolgozik. Berüdítjük magunkat. Az összes mozgáspontom, mert átkeltem a folyón. Kicsit óvatosan kell most jöjjek, mert sérült vagyok. Jelenti a delegációm, hogy a sumérok kaptak mástól is delegációt, és az úgy néz ki, hogy a spanyolokkal léptek kapcsolatba. Megy a haverkodás feléjük is. Pedig mi készült el a monument. Nézzem, milyen földek vannak errefelé. Hát egy telepest tudok gyártani. Hát fedezzünk még föl. Aztán majd eldöntjük, hogy hova fogjuk küldeni a telepest. Csináljuk meg ezt a campus negyedet. Ami segíteni fogja a kutatásunkat. Csak jó kérdés, hogy hova? Hát lehet, hogy egy építő egységgel kéne elkezdeni.
Na, egy mozgásponttal ide jövök. És így elvileg, na most ha itt lennék, akkor szerintem az erdő miatt nem látnám a célpontot. Nem tudnék átlőni az erdőn keresztül ide. De innen szerintem látni fogom és meg is tudom lőni. Igen, működik. És szerintem, hát ez még kevés lesz, úgyhogy még türelmesek leszünk, még egy sorozat. Egy sor tüzet leadok rá, és utána pedig elfoglalom a harcossal. I don't believe in astrology. I'm a Sagittarius. Pénzt. Nézem, hogy az új városomnál van-e ültetvény. Legalábbis annak a építésének lehetősége. Ide kéne majd ültetvényt építeni. Ki is fogom kutatni most. Az öntözést. Look back over the past. With its changing empires that rose and fell, and you can. Ez van egy közigazgatás. Olcsóban vehetek földeket. Ez most jól is jön, mert elég sok földet kéne vennem az új városban, hogy elérjem az értékes nyersanyagokat. Úgyhogy ezt be is rakom ide. És hogy ezt kéne kikutatni, és akkor elérem ezt. És a harcos kapott egy erőléptetést. Majd no, megsérül jobban, majd akkor fejleszik. Hopp, itt egy barbár tábor. Ez nem tudom, mikor került oda. Eddig nem vettem észre. Úgyhogy ezzel vissza is kell forduljak. Bár ha jól látom, ez itt a szigetnek a vége lesz. Ja, jó, oké. Felderítve pedig fedezébe kéne jönni. Egy, kettő... Három, esetleg ide. Egy. Nem engedi. Nem engedi, hogy visszajöjjek tőle. Bevédjük magunkat. Itt a sziget vége. Úgyhogy fordulhatok is vissza. És találkoztunk még valakivel. Ich bin Kaiser Friedrich und herrsche über deutsche und welsche Lande. Über Burgund und manche mehr.
Németország királyával, aki egyben Olaszország, Burgund királya, és még sok másé. Hát üdvözöljük, és próbáljunk meg vele jobban lenni, mert elég csúnyán néz ki. És itt kaptunk egy kereskedelmi ajánlatot, hogy megnyitjuk egymás határát, és cserébe fizet egy pénzt 30 körön keresztül. Miért ne? Igazából csak azt nem értem, hogy ha nincs a szigetemen, akkor miért akarja határunkat megnyitni? Lehet, hogy hajóval oda akar hajózni, és ki akar lépni a szigetemre. Vagy már meg is tette. És a delegáció azt mondja, hogy a sumér pajtásunk Amerikával hát üzletet kötött, hát erről én is tudok. És itt van a német hajó. És itt pedig a németeknek a városa. Ez egy főváros. Szóval a sumérokat még mindig nem tudom, hol vannak. És igen, erről tudok, hogy a Stonehenge-t megépítették. Jó klikkel tüntetettem. Igen, találkoztunk a németekkel. És itt pedig utassunk valamit. Hát vízre is kéne szállnom most már nekem is. Mert a szigetet elég jól bejártam. Úgyhogy az lesz, igen. És ha már ennyi pénzem van, akkor vehetek földeket is, mivel ki tudok jutni a vízre. Itt. És itt. És a másik településen pedig a pénzből tudnék szerezni vasat és citrust, és itt is ki tudnék menni a vízre. Most már nincs sok pénzem, hogy valami értékesebb földet kéne vennem. Hát ez egy csábító 40-nél. Hát igazából ezzel az a baj, ezzel a vasérce, hogy ez egy értéktelen sivatagban van. Tehát értéktelen sivatagnak adott ez egy kutatást és egy termelést. Termelést nem is adott szerintem, csak kutatást, mivel itt domb van, tehát a domb adott neki egy termelést a nullás sivatagnak. Úgyhogy ezt a földet nem is fogom megművelni. Viszont, hogyha a dolgozóval építek itt egy bányát, akkor elvileg hozzájutok a vashoz. És itt pedig mit csináltunk? Dolgozót csináltunk. Kéne valami városnegyedet is építeni most már. Ez egy katonai negyed. A tudományos negyed, ez pedig a szent negyed. Hát kutatni annyira nem akarok gyorsan, mert igazából azt sem tudom még megépíteni, amit kikutattam. Tehát most a termelést kéne javítani a kutatással szemben. Ez a szent hely, ez jó, hogy hamar megszerezzük az Istent, de nem nagyon tudom még a vallásomat terjeszteni. Úgyhogy adjunk egy löketet a termelésnek egyenlőre ezzel.
Oda pedig vonuljunk vissza. Nem tetszik ez, hogy átugrik automatikusan az egységre. Itt még dolgom van. Kinézek itt a vízre. Ezzel pedig építeni kéne. Hát itt már kész van a kőfejtő. Így néz ki. Erdőre nem építhetek elvileg terti fejlesztést, mert akkor kivágja a fát. Itt esetleg lehetne egy bányát. De valami nagyon javasolja nekem, hogy építsek már farmot. Ez annyi a surplus. Hát azért van még 4. Az elég jónak mondható. Hát a surplusról annyit, hogy én szerintem az a jó surplus érték, ahány lakos van a városban. Próbálj meg annyi surpluszt kialakítani, tartani. De ez csak egy ilyen hozzávetőleges érték. Nem kell ezt véresen komolyan venni, ez csak az én elképzelésem. Ide építsünk egy bányát szerintem. Meg esetleg ide egy farmot. Akkor se lesz túl erős terület. Igazából a domb az sokat dob a területen. És nem tudom, a dombra tudok-e farmot. Mert az előző részben lehetett dombra farmot építeni, de csak abban az esetben, hogyha friss víz volt a közelében. És nem rossz ez a hely se, ide építünk egy farmot. Be is hoztuk a dolgozót. Na most mi hol vannak? Most itt van. Hát ő úgy ítéli meg, hogy nekünk nagyobb szükségünk van termelésre, mint a kajára. Nem is mond vele a hülyeséget. Hát mondjuk ennek az építésnek most túl sok értelme nem volt. Sokkal előrébb nem vagyunk vele. Na, küldték diplomatikai követséget. Hát üdvözöljük őket. Engedjük be. De jó, mindenkivel haverkodok. Hoppá, barbárok nem félnek a bőrükbe. New Orleans elég védtelen. Úgyhogy sietni kell. Itt akartam egy bányát építeni. De az se lenne hülyeség egyébként, hogyha inkább itt építkeznék, amíg van töltet. Mondjuk ide építene egy vasbányát, ide pedig egy farmot. De lehet inkább meghagyom én azt a két töltetet. És azt mondja, a sumérok már az autokrácia hát államformát használják. Eléggé belehúztak a srácok. Ugye itt építettem a monumentet, azt hiszem.
Hát építsünk mondjuk egy gyűrűs kamrát. És itt pedig kezdjük meg a harcot. Egyet ide jövök, és oda lövök. És elég jól meg fogom gyengíteni. Majdnem meg is öltem. És ugye azt beszéltem, hogy ezt használom el itt. Szerzek egy kis vasat. Na hát, az nem tágít innen, úgyhogy ez lesz a veszte. Még nincs vége a körnek, várjunk csak. Na azért. Egyszer pedig gyógyuljunk meg. Miért ne gyógyulhatnánk meg mondjuk a városban? Mennyi élete hiányzik? 27 hiányzik. Szövetséges területen 25-öt gyógyult. Lehet, hogy a városban többet fog. Lássuk. Lehet, hogy majd a következő körbe fog. Ezek szerint csak akkor gyógyul, hogy az összes mozgáspontját gyógyulással tölti el. És lássuk a 27-ből, mennyit fog gyógyulni. Ezek szerint tök mindegy, hogy a városban vagyok-e, vagy a szövetséges területen. Hát ugyanúgy csak 20-at fog gyógyulni. És annyit is írt az előbb, hogy a sumérok kapcsolatban léptek az egyiptomiakkal. Hát delegációt is küldtek egymásnak valószínűleg. Akármilyen ilyesmit írt. És most nézzük meg, hogy mit fogunk most kutatni. Ezt hozzuk ki most már. És mit is építettünk? Szerintem vízmalmot építettünk az előbb. Igen. És ideje volna nekiállni valamilyen városnegyednek. Most hajó. Miért nem tudok még hajót csinálni? Gondolom kéne ide valami doknegyedet építeni hozzá. De ilyen lehetőségem még nincsen. Akkor maradjon a szent hely. És kérdez, hogy hova akarom lerakni ezt a negyedet. Itt piros felkiáltó jelzi, hogy ha lerakom a negyedet, akkor ez a területi fejlesztés ez meg fog semmisülni. A zölddel
jelöli, és hova rakhatom le, és itt azt írja, mivel erdővel szomszédos ez a mező, itt plusz egy vallási pontot fog termelni nekem, és itt pedig, itt is erdővel szomszédos, mert írja is elvileg, hogy megnézem. Talán a tudományoknál lesz. Itt írja, hogy plusz egy varási pont minden két szomszédos erdő vagy negyed után, és plusz egy minden egyes hó, tundra, sivatag vagy síkság hegyel, tehát ezek hegy kell, hogy legyen rajtuk, vagy ez a füves rész hegyel. Tehát ebből láthatjuk, hogyha természeti csoda, hegy vagy erdő, esetleg negyed mellett van az, ahol építjük, akkor kap erre bónuszt ez a terület, és ha jól látom ott alul, a lakos valószínűleg kettőt fog alapból kiszedni majd belőle. Visszatérve a negyedre, hát olyan helyre rakjuk, ahol van bónuszunk. És ahol nem semmisítünk meg területet. Ez egy elég erős föld alapból, mivel dombon van. Mi lehet az a jelzés? Itt az erdőikon. Tehát itt három erdővel is határos. Hát én azt mondom, hogy rakjuk ide. És itt is van. Szerintem ez még nincs felépülve. Vagy lehet, hogy föl van, várjunk, csak lehet, hogy föl van épülve. És a lakost ide rakom. Nem tudom ide rakni a lakost. Lehet, hogy még nincs fölépülve. Jó, nem tudom az okát igazából, de majd biztos rájövünk hamarosan. És itt pedig, jöjjön be ide. Itt egy barbár település, szét kéne kapni. Ezzel pedig felderítés kéne folyni. Mind akartam bányát. És előbb ezekkel mozgok. Szerintem itt véget fog érni a sziget, van egy olyan érzésem. Úgyhogy meg is nézem. Majdnem. És ide pedig egy bányát, egy vasbányát fogok építeni. Jó. Na hát akkor ennyi lett volna ez a rész. Aztán hogyha lesz kedvem, meg időm, akkor folytatni fogom. Lehet, hogy még ma. De most már ránfér a szünet, úgyhogy majd... Hát majd jövök valamikor a videóval, úgyhogy addig is. Jó szórakozást kívánok hozzá. Hát meg játszatok, hogyha megvan a játék. Tapasztaljátok ki, mert... Én is még elég új vagyok benne. És itt pedig láthatjuk, hogy ez a Szent negyed még 8 perc múlva fog elkészülni, tehát itt nagy építkezés folyik még. Úgyhogy majd jövök a folytatásra. Ciao!